Én mindig mondom, hogy a hegedű tanulásban csak az első 50 év a nehéz, aztán utána már úgyis mindegy, de tényleg nagyon nehéz, mert amíg a zongorán ott vannak a hangok, és én nekem az ugye nagyon könnyen ment, mert hallás után tudtam játszani, igen ám, de a hegedűnél ott ugye hússal, vérrel szólaltatjuk meg, és hát amíg az ember az arányokat megtalálja, meg megérzi, hogy a vonót hogyan kell ráhelyezni, hát ez iszonyatos nehéz. Azért gondolom fantasztikus tanárnak Szecsődi Feri bácsit, mert mindig mindent nem csak elmondott, hanem megmutatott. A legnagyobb pozitívum és lelkesítő tulajdonság az, hogy példát mutatott szavak nélkül önmagában, ahogy ott állt a hangszerével, ahogy eljátszotta, és ez még nem volt elég. Minden etüd hangjait természetesen tudta kívülről. Az új rendet, a vonás nemet mindent tudott kívülről, 13 év alatt. Olyan modern technikai, pedagógiai módszerekkel tudott már akkor tanítani, amiket most vívványként élnek meg az emberek, és büszkék rá, és most újdonságként mutatják be, ő már ezt akkor csinálta. Mert hihetetlen széleskörű volt a tudása. Sokkal szélesebb, és ezt sose éreztette arrogáns módon. Tehát, hogy az a legszebb az egészben, attól mester. Mert szerény, mert nincs mire idegesnek lennie, vagy önzőnek lennie, vagy maga mutogatnia, hanem nagyon, nagyon szépen egy balanszot teremtett az emberben, egy melegséget, és egy olyan példát mutatott, hogy az összes növendéke szerintem hasonló tanár szeretne lenni. Szecsődi repertoárja szerencsére nagyon széles. Romantikus zenét, kortárs zenét, nagyon sok mindent, és sokféle műfajban, tehát kamarazenészként is egész kiváló. És természetesen versenymű szólistaként is. Tehát egy sokoldalú zenész, olyan igazi zenész, aki tulajdonképpen már a 20. században egyre inkább ritkaság, vagy a 20. század második felében. Kitűnően zongorázik is például, hát ezt sem mondhatják el magukról sokan a hegedűsök. Zongoristák aztán pedig egyáltalán nem tudnak hegedülni általában, meg más hangszereken játszani. Tehát ez a régi, még tényleg a barokk korból származó multifunkcionalitás, ami olyan fontos a zenében, és olyan ihlető, termékenyítő, az valahogy az ő személyében együtt megvan. És ez hallatszik is a zenélésének a minőségén. Hát engem azért küldött a jó Isten a földre, hogy az embereknek boldogságot adjak.